az első és utolsó, aki halott vala és él. Akinél a két élő éles kard van. Aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertya tartó között. Akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Akinél a Dávid kulcsa van, és megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és lábai hasonlóak az izzófény érezhez. Kívánok, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. Hát te... Köszönöm, én is jól vagyok. Ez igazán remekül hangzik. És mi jót csináltál ma? Főztem otthon egy tök jó kávét. És az nem káros az egészségedre? De legalább ébren tart. Hát ami igaz, az igaz. Én is azért szoktam inni. És feketén szereted, vagy tejszínnel szoktad inni? Én csak is tejjel szoktam inni. Én rakok bele egy kis tejszínt is. Rak bele egy kis tejszínt is. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és hogy megkísérted azokat, akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. De terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, hogy honnén estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomának közepette van. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tudsz róla? Pedig nem is mondtam. Különben nem lennék. Tudod, hogy számíthatsz rám. Hihetetlen. Elég hülye helyzet. Az. De majd megoldjuk. Szombaton besoroznak. Akkor kell elmennem. Tudom. De addig még van pár napunk. Örülök, hogy itt vagy. Legalább addig együtt lehetünk. Én is örülök. Addig jó, meddig együtt maradunk. Adunk a szemeteknek. Majd meglátják. És akkor a kígyó felmászott a fára, és azt mondta, hogy vau, vau. Egy-kettő! Futólépés! Maga drága, magának talán felmentése van. Maga is csinálja!
tudják, hogy mi vár magukra. Emberek halászává teszem magukat. Hát akkor rajta! 1, 2, 3, 4! Akkor 2 jegy lesz. Magának is jó napot. Jó napot! Jó napot kívánok. Ja, jó nap mi? Persze, szép. Szép nap! Na mi van, aranyom, nem talál valamit? Segítsünk? Segítünk! Ne tessék! Tessék parancsolni. Fiatalember! Nincs kedvem meginni velünk egy kávét, egy kis tejszínnel. Krisztiánt? Hát nem is tudom. No. Hát... No. És te azt ismered-e, hogy gyere bodri kutyám, szedd a sátor fádat, becsaptak bennünket, kövesd a gazdádat, téged botta vertek engem kacagással. Gyere, modri kutyám, meg leszünk mi egymással. Majd én megmutatom neked, hogy csináljuk mi ezt odahaza. Thank you.
meg a te akaratod, miképpen a mennybe is, azon kép a földön is, a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen! Hidegből, a kis fekete bundámban, az égszínkék csizmámban, az égszínkék csizmámat már az előszobában levetettem.
Nem viszem be a szobába a havat, hogy aztán ott legyen a latyak. Csak úgy mentem be a szobába harisnyában. Abban a fekete nec harisnyámban. Ertibi ott ül az ágyamon, fekete műbörcsekiben, Ertibi a nadrágban. A cipőjét azt már levetette, de benn a szobában. Ott áll az ágy mellett a szőnyegen, ott ül az ágyon. Ilyen műszál a zokniban, amit annyira utálok. És hogy nem egész tiszta az a zokni, az nem szó. Egészen ilyen fényes. Ismered az ilyen mukikat? Lukas a zoknia. Kidugja rajta elől az öreg ujját, és kárban a mozgatja. Oly szép voltam, mint lesz majd az új tavasz. Lenne, ha volna, ha lennének még egyáltalán igazi tavaszok a világon. Mint valami Nastasia Kinski. Itt a 850 klubában ez tényleg ritkaság. Ott álltam abban a hosszú barna pulóveremben, amely alól épp csak kivillant a kis fehér trikó. Az ibolyakék vékony bársony szoknyám van. Ilyen finoman rakott, igen, finoman rakott anyagban. Néztem azt a tetű alatt, amint most meg tolja lefelé a nadrágját, oly hivatalos arca, amit ellenül. Azt a bekint a posztó nadrágját. Ez Tibi bájos. De Ertibiben az égvilágon semmi vágy. És mégis... Na de hogy jutott? Végigfutott valahogy a hátamon a hideg. Fölfordult a gyomrom. Még a végén ez az Ertibi fog legközelebb teherbe ejteni. És akkor kintről megint ilyen motozás, a kucsomat sehol se láttam. Csak hogy harisnyásan mentem vissza abba a pöttömi előszobába. Ezt itt most eszik-e vagy isszák, gondoltam magamban. Ez már megint micsoda? Ez már megint itt kicsoda? És mit akar ez az űrge egyáltalán? K. Bálint vagyok. Egy bizonyos K. Bálint. Most meg már megint hova mentél? Nem ismersz meg? Ja, igen. Most már emlékszem. Hát persze, hogy emlékszem rád. Gyere már, Bea! Rúgd már ki azt a nem tudom kit! Tudsz már egy pillanatig várni, nem? Nem vagyok emberi lény. Nyavajás. Mit gondolsz? Semmi sem úgy van, mint ahogy te elképzelted abban az okos kis fejedben. Évmilliók hozzá kell ezt az emberi szívbe. Hát mit reméltél, amikor kihívtad magad ellen a szellemeket? Ez lett belőle. Egyik gödörből a másikba huppansz. Meg akartam volna őrizni a fölényemet ezzel a prostituáltal szemben.
Nem, ennek semmi értelme nem lett volna, ezt mondtam én is. Egyszerűen az egyensúlyomat akartam volna megőrizni. Én nem tudom még egyszer meghúzni. Az igazságérzetem tiltakozott volna mégis valamilyen. Gyenge kis tiltakozás. Bálint végre elment. Hát van ilyen. Tényleg van ilyen. Mondják néha a többi lányok is. Vannak efféle dolgok, mit csináljunk. És én visszamehettem végre az én Pepitámhoz. Abba az aznap este elég ilyen hagyma és fokhagyma szagú konyhába. Fekete necharisnyában a konyhakövön. Hideg volt, mégse fáztam. A konyhaasztalon meg ott állt egy csokor vérvörös rózsa. Ebben a télben. Ezek azt elképzelni se tudják. Az ilyen Kálbálint féle pasasok. Hogy virágot is lehetem hozni a magamfajta nőnek is. Mint hozta ezt a rózsát az én Pepitám. Rágyújtottam én is egy szimfóniára az övéből. Ahogy az is ott hevert az asztalon. De közben már magamhoz vontam a fejét. Oly árván üldögént szegénykém a kávéja mellett. A pálinka is ott volt. Be volt már szeszelve egy kicsit. Nagy magasságban a világ tetején. Na érted? Csókolgatni kezdtem a nyakát, az ölébe ültem. Soha én nekem senki ember fiával nem volt olyan jó, mint ezzel a kis tetűvel. Sem tékázmérral, sem Zé Lajossal, sem S. Imrével, se senkivel a többiek közül. Még Esztibivel is nagyon jó, de mégis, ez Ertibivel. Érted, ez valami más. Jóban vagyunk, szeretjük egymást. Most én leptem meg, én vettem elő egy doboz cigarettát, aranymentolt. Ültünk, ittuk a pálinkát. Cigiztünk. Mi lesz belőlem majd, ha felnövök? Ha megérem, meg sem érem, meg sem halok. Lesz majd belőlem ilyen kósza nyolcadik kerületi macska, és mint macskát csap majd agyon végül valaki. Jó meleg volt. Jó meleg volt a konyhában is. Egész nap nagy lángon állt a gáz. De aztán már hamar bementünk a szobába. Az ágynemű az egy kicsit mocskos. Elég sokan voltak nálam a héten, és még nem volt időm áthúzni. Tegnap is ment a cirkusz. Az Esztibi agyon akarta vágni a Bégizit. Bár a Bégizi is hülye volt szerintem. És most már végre levetkőztették egymást. Bea lehúzta a Tibiről a Pepita nadrágját. Aztán ő húzta le Beáról az égszínkék szoknyát, a fekete necharisnyát. Barna pulóvert, kis fehér trikót, melltartót persze sohasem viselt. Kis aranynyaklánc, az maradhat. Aztán lehúzta Tibiről a koszos gatyáját, meg a zokniát, hogyha engedné, de persze nem engedte, mert hogy fázik a lába. Aztán a kezei közé vette a káróját, de oly áhítatta, mintha csak imádkozna. Majd meglovagotta, ide tette, meg oda tette, ancúroztak egy darabig, aztán legurultak a szőnyegre. És széttette neki a lábát. De most már úgy rendesen, érted? Viselni a drága terhét a Pepitának.
amíg az balhézni nem kezd megint a pénz miatt! A pénz miatt, hogy hová tetted, hogy hol van a pénz, a pénz, a pénz! Ébresztő gyerekek! Hasatokra süt a nap! Nagyon szép időnk van ma. Na, a fületeken ültök? Ahó! Ébresztő! Na, ne szórakozzatok velem! Isti! Candy! Kicsoda ez, hogy a szeleknek és a tengernek is tud parancsolni. Nem tudom, fogalmam sincs. Vajon hogy csinálhatja? Szerintem ez csak valami trükk lehet. Szerintem meg valami csodás ereje van. Nincs valami pontán, nem hallottam. Mondom, szerintem valami csodás ereje van.
sokára. Tegnap is ezt mondtad. Szerintem mindjárt. Ajaj, ne körcsölt a lábam. Majd hazaérünk, meg lesz jó. Jaj, srácok, ez valami isteni volt, nem igaz? De! De! Az a helyzet, hogy én eléggé megéheztem közben. Én is! Én is! Hát akkor talán együnk valamit, jó? Jó! Jó! Nem lesz elég. Már miért nem lesz elég? Hát van két kenyerünk és négy halunk, és vagyunk vagy 5000-en. És a nők és a gyerekek. Osszátok ki, légy szíves, jó? Psszt! Mi van? Látod, mennyien vannak? Persze, hogy látom. Ennyi nem lesz elég. Tudom, hogy nem. Csipegessünk. Szerintem ez nem jó ötlet. Úgy se vesz észre. Ne észreveszi, nem, ne csináljunk. Kizárt, nem fogja szólni. Tudnád, hogy mindent észrevesz. De azt úgy sem fogja szólni, kevés volt. Most még kevesebben. És akkor mi jól lakunk. Bazd meg, ez jár a vizen. Oszta! Hogy csinálja? Mit tudom én? Kérdezd meg tőle. Miért én? Kérdezd meg te. Én nem merem. Kérdezd te. 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 Bálint! Mindig én. Na mi az? Hogy csinálod, hogy... hogy jársz a vizen? Ti is azon álltok. És hogy ízlett a hal? Na jó van. Gyertek, menjünk.
most mi van? Vízben ülni jobb, mint vízen járni? Tibi? Szi! Ha meggondolom, azt kell mondanom, hogy a neveltetésem bizonyos téren nagyon sokat ártott nekem. Tényleg? Gyakran eltöprengek rajta, de mindig ki kell mondanom, hogy a neveltetésem nagyon sokat ártott nekem. Szóval a neveltetésük... Igen, gyakran eltöprengek rajta, és annélkül, hogy beavatkoznék a gondolatba, szabad folyást engedett neki, de akárhogy forgatom is, mindig arra a következtetésre jutok, hogy a neveltetésem bizonyos téren borzasztó sokat ártott nekem. Gyakran eltöprengek rajta, és anélkül, hogy beavatkoznék a gondolatba, szabad folyást engedek neki. De mindig arra a következtetésre jutok, hogy neveltetésünk jobban elrontott sem, mint felfoghatnánk. Értem. Hát, hogyha jól gondolom, ez a szemrehányás egy csomó embernek szól. Aha. Nevezetesen szüleiknek. Aha. Rokonoknak. Aha. Házuk egyes látogatóinak. Aha. Különféle íróknak. Aha. Egy bizonyos szakácsnőnek, aki egy éven át iskolába kísérgette magukat. Egy rakás tanárnak, akiket jó szorosan össze kell préselniük emlékezetükben, különben imittam, hogy kiesik egyik másik. És ha mégis sikerülne valahogy visszapasszintani, a széléből darabok töredeznének le. Ugye? Egy tanfelügyelőnek. Lassan haladó járókelőknek. Egy szóval. Ez a szemrehányás törként fúródik a társadalomba. Nem akarom, hogy bárki ellent mondjon ennek a szemrehányásnak, mert túl sok ellentetést hallottam már! És mivel a legtöbb ellenvetés meg is cáfolt, ezeket az ellenvetéseket be fogom vonni a szemrehányásomba, és ezennek jelentem neveltetésem, és ez a szemrehányás bizonyos téren borzasztó sokat ártottak nekem! Azt gondolja talán, hogy valami kieső helyen nevelkedtem? Nem! A város kellős közepén neveltek fel. A város kellős közepén. És nem valami hegyvidéki romok között, például vagy tóparton. Szüleimet és kíséretüket szürkébe borította eddig szemrehányásom. Most finoman félretolták, és mosolyognak, amiért kezemet róluk a homlokomra emeltem. És azt gondolom. Igen. Kis romlakónak kellett volna lennem, ki a csókák kiáltozására fülel, még ha eleinte kicsit gyöngített is volna jó tulajdonságaim terhet, amelyik a dudva erejével növekedtek volna bennem. Lebarnulva a napsütésben, amely mindenfelől elárasztotta volna borostyán fészkemet. Külsőmre nézve olyan ember vagyok, mint mások. Mert a testi nevelésem épp úgy a szokásokhoz igazodott, ahogy a testem is szokványos volt. És bár elég kicsi vagyok, és valamelyest kövér, mégis tetszem sokaknak. Lányoknak is. Erről nincs mit mondani. Még nemrégiben is mondott egyikük valami nagyon bölcset.
bárcsak láthatnám magát egyszer mesztelenül, úgy lehet csak igazán csinos és csókolni való. De ha elmitt a felső ajkam, amott egy fülkagylom, emitt egy bordám, amott egy ujjam hiányozna, ha a fejemen kopasz foltok lennének, az arcomon pedig himlőhelyek, mindez mégse érne föl benső tökéletlenségemmel. Ezt a tökéletlenséget nem érdemeltem. Vétlenül lettem áldozata, így nem is találok magamban sehol se bűnbánatot, akárhogy is keresem. Mert a bűnbánat az jól jönne nekem. Az jól kisírja magát egymagában, félrevonja a fájdalmat, és mindent egyedül intéz el, mint valami becsületbeli ügyet. Azért maradunk meg, mert megkönnyebbít bennünket. Na, milyen érzés a vízen járni? Na, mi van? Most akkor mi lesz? Gondolom, maradunk. Szerintem inkább menjünk. Itt akarod hagyni egyedül? Vagy maradjunk? Igen. Nem, szerintem inkább menjünk. És mégis hová? Mit tudom én. Ez azért durva volt. Elég para. Főleg, amit te mondtál. Amit én? Szerintem, amit te. Én. Te. 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 Meddig ülünk itt? Ez legalább még egy óra. Vagy kettő. Nem baj. Kibírod. Te. Figyelj csak. Ez ilyenkor tényleg nem lát. És mégis hová akarsz menni? Te. Azt gondolod, hogy vár valaki téged? Valahol? Jobb, ha inkább itt maradsz velem. Na jó, nekem ebből elegem van. Steve. Ugye nincs baj. Nincs. Hát ez elment. Vissza fog jönni, ne aggódj. Nem fog visszajönni. Nem-e? Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók. De nem azok, hanem a sátán zsinagógája. És akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok. És te hazugoknak találtad őket. Akinek van füle hallja, hogy mit mond a lélek. És a sátán egynehányat ti közületek magával fog ragadni, és tömlőcbe fog vetni. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Tér vissza az első szeretetedhez is, imádkozz. És lesz 10 napig való nyomorúságtok, aztán megdicsőültök. De emlékezzél meg, hogy honnan jöttél, és térd meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. A győzedelmest enni adok az élet fájára, amelyet Isten paradicsomának közepette van. Aki hisz, annak nem árt a második halál. De
az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Bacski, mindvégig is én neked adom az életnek a koronáját. Én is ezt mondtam, nem? Amiket elmondtál, itt mind igazak. De kérdeznék tőled valamit. Megmosnád a lábam? Az egyiket. Melyik lenne az? A jobb. És miért pont az? Mert arra gondoltam először. És mi volt gondolatod mozgatórugója? Gondolatom mozgatórugója én magam voltam. Vagy talán csak azon távolabb. Most megmossam, vagy ne? Ez a bal? Never mind. Mi van? Hát nem értem. De most mit kellene értenem? Most, de tényleg most mit értsek meg? Most ez... Nem csináltam semmi rosszat. Én jó fiú voltam. Tényleg. Tudom. Ne! 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 Thank you.
sárga arcú, szögletes orcipájú, akinek volt valahol az arcán egy bibircsók, amit annak idején úgy szerettem. Rövid időn belül ma másodszor volt nálunk, hogy lásson engem. Nem ezt kérdeztem. Tessék! Első alkalommal nem voltam otthon. Most meg azt akartam, hogy hagyjanak békében aludni, és letagadtam magam. Miért nevelt olyan rosszul? Hiszen engedelmes gyerek voltam. Maga is ezt mondja most az előszobában a kisasszonynak és a szakácsnőnek. Nyugodt természetű, engedelmes gyerek voltam. Tibikém, mit keresel itt? Bea, te mit csinálsz itt? Van nálam aranymentol. Kérsz? Aha. Nem ezt kérdeztem. Bea! Miért nem osztáltak ki a javamra, és készített elő nekem jobb jövőt? Férjes vagy özvegyasszony, gyerekei vannak, élénk hangon beszél, nem tudok tőle aludni. Azt hiszi, hogy szép szár, egészséges úr vagyok. 28 évemben jó életkorban, boldogan emlékszem vissza a gyerekkoromra, és egyáltalában tudok mit kezdeni magammal! Ide figyelj, Steve! Tibi! Tibi, tök mindegy. Hagyjuk ezt a szöveget, jó? És most itt fekszem ezen a kalapén, kivetve, kirúgva a világból! Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala is. Az alvásra ügyelek, amely nem akar megjönni, és ha mégis megjön, csak súrolni fog! Tudom a te dolgaidat, és szegénységedet, és nyomorúságodat. Az izületeim sebesek a fáradtságtól! Azon testem agyonreszketi magát az izgalmaktól, amelyekre még nem ébredhet világosan tudatára! A fejembe hihetetlenül nyilal valami! És azoknak káromkodása, akik azt mondják, hogy ők zsidók... Szakácsnő azt mondja, egyenesen úgy érti, minden kerülő nélkül, amelybe fogok jutni, úgy legyen,
Barabás Bálint. Én Gönci Barbara. Én Kámbás Bálint. Az első és utolsó, aki halott vala és él. Én Gönci Barbara, akinél a két élő éles kard van. Én Berkes István, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó között. Én Gönci Bálint, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Én Berkes Barbara, akinél a Dávid kulcsa van, és megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Én Kámbás István, akinek a szemei olyanok, mint a tűzleng, és lábai hasonlóak az izzófényű érezhez. Ki vagyok én, aki az ámen, a hű és igaz bizonyság, az isteni teremtés kezdete? Ki vagyok én, aki az alfa és omega, kezdet és vég, aki van, és aki vala, és aki az eljövendő, a mindenható? Ki vagyok én, aki a hű tanú bizonyság, a halottak között az első szülött, és a föld királyainak fejedelme? És ki vagy te? Aki és az álmen, a hű és az igaz bizonyság, az Isten kezdet és kezdete, az álmen, és aki valaki igaz, és aki az eljövendő, a mindenható. Hova mész, Bálint? Én Lukács Zoltán vagyok, aki az Isten paradicsomának közepettiből enni adok a győzedelmesnek az életfájáról. Hová mész, Bálint? Én Ruzsa Alexandra vagyok, aki az Isten paradicsomának közepettiből enni adok a győzedelmesnek az élet fájáról, és kis fehér kavicsot is adok, amelyen újonnan írott neve van, amit nem tud senki elolvasni, csak az, aki kapta. Ne tagadd! Te Kámbás Bálint vagy! Én... Daróczi Márta. Fekete Tóth Zsolt. Horváth Bernadett. Horváth Olga. Jó Zsuzsanna. Kis Gergely Krisztina. Kocka Fruzsina. Kozma Balázs. Lukács Zoltán. Nyárai András. Péteri András. Ruzsa Alexandra. Szondi Mercedes. Szladecskó Szofi. Varga Rebeka.